A szervezők szándéka az volt, hogy tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínáljanak a családoknak. A kicsik kedvence a zenés buborék kaland volt. Míg a felnőttek inkább a zenés táncos előadások iránt érdeklődtek, melyek a régi idők hangulatát idézték. A feleségem citerázik a Botfai Citera zenekarban, és az ő kísérete voltunk, úgymond. Azért jöttünk el ide, mert a gyerekeim itt élnek a Jánkahegyen, és szeretnék velük lenni, és egy jó búcsúi programon részt venni. A változatos műsorkínálat mellett finom ételeket és italokat kóstolhattak az odalátogatók. Családdal jöttünk, mert ez az első Jánkahegyi búcsú, és eszünk egy palacsintát, meg lángost. A szokáshoz Szent Antal napi szentmisét a Kálváriánál tartották. Az Isten tiszteleten Víg László országgyűlési képviselő és Balaid Zoltán polgármester mellett Galbavi Zoltán a térség önkormányzati képviselője is részt vett. 1996-ban megépülhetett itt a helyi gazdák támogatásával ez a kápolna. Hadnagy György szobrászművész készítette el a stáció szobrokat, és minden évben összegyűlünk itt, hogy a élőkért és az elhunytakért, a Jánkahegyiekért imádkozzunk. A képviselő hozzátette. A közösség jövőbeli tervei között szerepel, hogy restaurálják a kápolna mellett lévő közel 100 éves haranglábat.